Nettó 100 ezer forint idén és 107 ezer forint jövőre, ennyivel kereshetnek többet itthon a szakorvosok és a szakgyógyszerészek. Az ápolók bruttó bére szeptembertől 26%-kal, jövő novemberben újabb 12%-kal, 2018-ban pedig 8%-kal növekedhet. Eszerint a nővéri fizetés első lépésben nettó 58 ezer forinttal lesz több. A következő évi állami költségvetésbe már beépítették az orvosok ápolók bérkompenzációját. A 2017-es egészségügyi büdzsébe 171 milliárd forintos plusz kerül, ennek nagy részét a béremelések teszik ki. A szakma úgy véli, a nagy szakember elvándorlás indította el a hazai egészségügyi bérfejlesztést. Az orvosi kamara szerint hazahívni már nehezebb lesz, mint itthon tartani az orvosokat, ápolókat, mert a nyugatra való elvándorlást nem csak a pénz motiválja. Itthon a fiatal orvosok nem látják a szakmai fejlődés lehetőségét sem, mondta el 35 perc című műsorunkban dr. Losonczi János, a Magyar Orvosi Kamara képviseletében. Ez most nem orvosnevelő légkör. A közép garnitúra kivándorolt. Nincs meg az az oktatási és képzési folyamat, ami évszázadokon keresztül jellemezte nem csak a magyar, hanem a világ minden egészségügyi rendszerét. Ez elméletileg gyakorlati oktatásra gondol. Mester tanítja a tanítványát. Miután itt most hiányzik már egy jó része ennek a középgarnitúrának, ez a folyamat megszakad. Késve, de megkapják a 10 milliárdos plusz forrást a házi orvosok is. A praxis finanszírozásra januárig visszamenőleg kaphatnak támogatást. Ennek fejében fel kell mérniük valamennyi a praxisukhoz tartozó páciensük egészségügyi állapotát. A házi orvosi ellátás nagy kihívások előtt áll. Szükség volna arra, hogy meg tudjuk erősíteni és javítani az ellátás színvonalát. Erre is jó lenne, hogyha tudnánk fordítani, de melyik ujjamat harapjam meg a kollégáknak, és a saját béremet emeljem, és nyilván ebben is eléggé hátrányban szenvedünk, vagy pedig az ellátás színvonalát emeljem. Szeretnénk, hogyha nem kompromisszumot kellene kötnünk, hanem a kecske is jól lakna, meg a káposzta is megmaradna. A házi orvosok szeretnék, ha konkrétan meghatároznák, milyen vizsgálatokat tudnának helyben, a rendelőkben ellátni, amivel a szakrendelők zsúfolt forgalmán könnyíthetnének.